2021. február 1-től a Karcagi Kutatóintézet fenntartója a Gödöllői székhelyű Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Helyszíni tudósításunk következik. Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Karcagi Kutatóintézet életében egy hatalmas változás történt. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, mindenki tudja, hogy eddig a Debreceni Egyetemhez tartozott a Karcagi Kutatóintézet, de most már Gödöllő a fenntartója, és bízunk benne, hogy az új fenntartóval egy új szintlépés lehet itt Karcagon, hiszen a több évtizedes kutatómunka és eredmények feljogosíthatnak arra bennünket, hogy a jövőben is biztatóan gondolkodjunk, és hát itt van a Gödöllői Egyetem rektora, aki már többször is meglátogatta a kutatóintézetet, és én azt gondolom, hogy ez az együttműködés mindenképpen gyümölcsöző lesz, hiszen az eddig elvégzett munka és a jövőben lévő tervek mindenképpen bizalomra adnak okot. Én azt látom, hogy nagy jövő van a magyar mezőgazdaságban, nagy jövő van az alföldi és a nagykunsági mezőgazdaságban is, hiszen a juhtenyésztés, a szikes legelők fejlesztése, a vetőmag termesztés mindenképpen egy nagyon komoly kitörési pont itt a nagykunságban, és hát ez a zászlóshajó a kutatóintézet mindenképpen segíteni fogja a magyar mezőgazdaságot és az itt élő gazdákat. Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi minisztert. A Karcagi Kutatóintézet új irányítás alá került. Miért fontos ez, és milyen változások jöhetnek a kutatóintézet életében? Új fejezet kezdődött a Karcagi Kutatóintézet életében, hiszen eddig Debrecenhez tartott, a Debreceni Egyetemhez. Így visszatekintve erre az 50 évre elmondhatjuk azt, hogy néhány rövid időszaktól eltekintve a Debreceni Egyetem mostoha gyerekként kezelte a Karcagi Kutatóintézetet, fejlesztések maradtak el, szűkösek voltak a pénzügyi források, mutatja a távolságtartás, hogy máshogy ne fogalmazzak azt, hogy 50 év alatt a Debreceni Egyetemnek a rektora egyszer sem járt a Karcagi Kutatóintézetben. Most kormánydöntést követően egy olyan helyzet állt elő, amelyet a város vezetése, Kovács Sándor képviselő és jó magam is támogattam, hogy a Debreceni Egyetemtől a Gödöllői Egyetemhez, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez került át a kutatóintézet. Ez alapítványi formában működő egyetem, egy nagyon nagy struktúra, és olyan célokat tűzött ki maga elé, hogy a világ élvonalába vigye újra vissza a magyar agrárképzés és kutatást. És örvendetes az, hogy ebbe a nagy munkába be tud kapcsolódni a Karcagi Kutatóintézet, és lehetőséget kap, fejlesztési, fejlődési lehetőségeket, és én bízom abban, hogy ennek az eredményét majd hamarosan látni fogjuk, hiszen a nagykunságnak, ennek a tájnak szüksége van az agrárkutatásra, azokra a tájfajtákra, amelyek az itteni körülményekhez alkalmazkodtak, a gazdáknak a szakmai háttérre, amit a kutatóintézet tud nyújtani, és a városnak pedig az egyik legfontosabb intézménye. Ez a nagyon régi, már több mint 70 éves intézet. Én bízom abban, hogy a fejlesztési elképzelések valóra válnak, és ezekről hamarosan hírt tudunk majd adni. Üdvözlöm Gyurica Csabát, a Gödöllői Egyetem rektorát. Karcagi Kutatóintézet életében hatalmas változás történik. Mit jelent ez majd az önök egyetemének életében, és milyen változások fognak bekövetkezni az új irányítás alatt itt a Karcagi Kutatóintézetben? Igen, hát ez év február 1-én létrejött egy új egyetem Magyarországon, nevében új, hiszen hogyha a jogelődi intézményeket nézzük, akkor nagy hagyományokkal rendelkező intézmények, 4 agrár egyetem, illetve a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete állt össze egy nagy agrárfókuszú felsőoktatási intézményé, és nagyon örülünk annak, hogy ennek az integrációnak valóban részévé vált a nagy hagyományokkal rendelkező Karcagi Kutatóintézet is, ami nagyon jól illeszkedik portfóliójában ahhoz a képzési, kutatási struktúrához, amit az új egyetem is képvisel. Ebben a rendszerben mi nagyon komoly szerepet szánunk a Karcagi Intézetnek, hiszen a növénytermesztésben, a tájkutatásban, a talajhasználatban, talajművelésben, a nemesítésben, az állattenyésztés bizonyos területein, a gyepgazdálkodásban olyan eredményeket értek el az elmúlt évtizedekben, amelyeket sokkal intenzívebben lehet hasznosítani egyrészt az oktatásban, másrészt új kutatási eredmények kidolgozásában és kialakításában is, új profilok meghatározásában. Az agráriumban ma minden arról szól, hogy
hogyan lehet a különböző szakterületek együttműködése révén új eredményeket, technológiákat, fajtákat, termékeket létrehozni és kifejleszteni. Egy ilyen együttműködésnek a részévé válik a Karcagi Intézet is, amiben sokkal intenzívebben szeretnénk bevonni, mint a korábbi időszakban az előd fenntartó tette ezt. Sokkal intenzívebben szeretnénk az oktatásban használni, hasznosítani, hiszen azzal, hogy Közép-Európa, nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa legnagyobb agrárfókuszú felsőoktatási intézménye jött létre, azzal minden adottság, minden lehetőség megvan, hogy itt az Alföldön egy olyan bázisa legyen az intézménynek, ami tudja támogatni, segíteni ezt a kutatási képzési portfóliót, és másik oldalról az egyetem pedig azzal az infrastruktúrával, személyi állománya, több mint 3000 ember, aki dolgozik ebben a hatalmas intézményrendszerben, közös együttműködések révén új távlatokat nyithat a karcagi kutatás, illetve oktatási tevékenység előtt. Tehát hosszú távon én azt várom, hogy egy sokkal intenzívebb munka lesz azon a bázison, azokon a hagyományokon, amelyek itt Karcagon sok évtizedre nyúlnak vissza. Üdvözlöm Zsemeli Józsefet, a Karcagi Kutatóintézetnek az igazgatóját. Egy hatalmas változás történik és következett be a Karcagi Kutatóintézet életében. Ön mint igazgató hogyan fogadta, és mi várható az elkövetkezendő időszakban az intézetben? Hát valóban így van, hogy alapos változások előtt állt a kutatóintézet tavalyi évben, amikor kiderült, hogy fenntartóváltás fog bekövetkezni. Mi kihívásnak tekintettük ezt a változást. Úgy gondoljuk, hogy nagyobb teret fog nyerni az a kutatás ebben az új felállásban, amire mi dedikálva vagyunk, hiszen itt a tájkutatás, az alkalmazkodásnak a kutatása, ami ránk jellemző, talán egy dedikáltan agrár jellegű egyetemnél talán több teret fog nyerni. Alapvetően nem változott meg a kutatási profilunk, de úgy gondolom, hogy abszolút beleillik a MATE portfóliójába, talán jobban, mint a debreceniébe. Úgyhogy várakozással tekintünk még a változások elé. Február 1-jével kerültünk át az idén a MATÉ-hoz, tehát még minden nem kiforrott természetesen, de mi a lehetőségekhez képest mindent próbálunk ezt az átállást úgy átvinni, hogy gördülékenyen, hogy működőképes legyen az intézet, és ebben a tekintetben elmondhatom, hogy ez fenn is áll, tehát működünk, ugyanúgy oktatásokat végezzük. A MATE részéről teljes támogatottság megvan, nagyon sokat segítenek, érdeklődnek, kérdeznek, minden szakterület képviselője felvette már a kapcsolatot a Karcagi Kutatóintézettel. Nemrég készült el egy kisfilm az intézetet bemutató rövidfilm is, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon partnerek abban, hogy ez az átállás ez gördülékeny legyen. Nyilván vannak nehézségek, de mi részünkről, amit csak lehet, megteszünk, hogy tudjunk működni, és természetesen várjuk azt, hogy fejlődni is tudjunk.